olasz-magyar üzleti lehetőségekről rendezett konferenciát Nagykanizsán a város, illetve a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. Nagykanizsán sikeres lesz. Mit is jelent ez pontosan? Igazából tavaly, amikor a milánói világkiállításon voltunk, ott találkoztunk olasz kamarai képviselőkkel, és ott merült fel a gondolat, hogy kellene egy ilyen üzleti lehetőség konferenciát tartani Nagykanizsán. Ennek a valóra váltása a mai nap. És tulajdonképpen azért történt, hogy felhívjuk Nagykanizsára a figyelmet az olasz vállalkozók között, a legfejlettebb észak-olasz vállalkozók körében, és az az üzenete, hogy aki külföldre akar menni, az Nagykanizsán sikeres lehet. Nagyon érdekesnek találtam ezt a találkozót, és sokkal teljes körűbbnek és komplexebbnek, mint amire magam is számítottam. Mint a Magyarország Olasz Kereskedelmi Kamara alelnöke, azt gondoltam, hogy már ismerem Magyarországot, de most rá kellett jönnöm, hogy ez nem volt eléggé elmélyült, és azt gondolom, hogy ennek fényében most már sokkal eltökéltebben ajánlhatom Magyarországot, és ezenből is Nagykanizsa városát a barátaimnak, vállalkozóknak, a tagvállalatainknak. Nagyon sok olasz vállalkozás van Magyarországon, mindenféle méretűek, vannak nagyobbak is, különösen az energiaágazatban, de nekünk, mint kereskedelmi kamarának a fő és elsődleges hivatásunk az a kis és középvállalkozások segítése. Hiszen ez az a vállalkozás típus, amely ugye a szövetét adja az olasz gazdasági életnek, és amely összhangban van a magyar gazdasági megközelítéssel is. Az ágazatok, amelyben az olaszok tevékenykednek Magyarországon, az ugye az élelmiszeripar, a vendéglátás, a szolgáltatások, a turizmus, a alkatrészgyártás és a teljes gépipari vertikum. És azt tapasztalom, hogy egyre erősebb és megújuló érdeklődést tapasztaltak kis- és középvállalkozások részére Olaszországban, Magyarország irányában, amelynek az okát nem csak elsősorban az adja, hogy bizonyos költségek alacsonyabbak itt Magyarországon, tehát hogy bizonyos megtakarítást lehet itt elérni, hanem az a rendszer, az a gazdasági rendszer, amelyet Magyarországon felépítettek, amelynek részét képezi az infrastruktúra, a közigazgatás, az adózás és azok a szolgáltatások, amelyek nyújt a magyar gazdasága vállalkozóknak, és ezáltal válaszokat tud adni azokra az igényekre, amelyekre az olasz vállalkozások jelentkeznek. Ami igen, rendkívüli mértékben megfogott, az az a kompakt megközelítés, és az az összefogás, amelyben a különböző intézmények együttesen lépnek föl azért, hogy a vállalkozásokat segítsék és ide vonzák. Persze nyilván azok az indokok, amelyeket felsoroltak, azok nagyon világosak voltak, hogy miért érdemes ide jönni, de talán még inkább megérintett engem ez a bizonyos összefogás, amelyel ugye összehangolják a tevékenységet az intézmények, hogy segítsék a vállalkozásokat. Nagyon megfogott az a csapatmunka, amelyet tapasztaltam a városért tevékenykedő szervezetek képviselői részéről, amely nagy megnyugvással tölt el egy vállalkozót. Ugye a polgármester úr, a kamara elnöke, a különböző városi intézmények, tehát a városgazdálkodási, aztán a városfejlesztési Kft., azok a tanácsadók, akik ugye rendelkezés álló források elérhetőségéről beszéltek, mind-mind egy olyan csapatmunkát valósítottak meg, és jelentettek meg, amely egy szemben más Magyarországon és Olaszországban tapasztalt helyzetekkel egy nagyfokú összefogásról tanúskodott, amely egy vállalkozó számára egy nagyfokú megnyugvást és biztonságot jelent. Ez a mi kezdeményezésünk volt közösen a kamarával. Hála Isten nyitott fülekre talált, és örülünk annak, hogy többen eljöttek észak-olaszországi befektetők. A mi feladatunk az volt, hogy eladjuk magunkat. Tehát elmondtuk azt, hogy milyen lehetőségeket kínál Nagykanizsa városa, milyen vállalkozások működnek itt nálunk, milyenek a lehetőségek, milyen bürokratikus nehézségek elé állunk esetleg, és mivel tudjuk támogatni a város az ide települőket. És természetesen még ezt az előadók is segítették, akiket felkértünk arra, hogy ők is segítsék ezt a közös ügyet. Én úgy gondolom, azokat a közös pontokat megtaláltuk az olasz befektetőkkel, amelyek mentén tovább tudunk lépni. Nagyon örültem annak, hogy a fiatalokra számítanak, az okos, innovatív, gondolkodó fiatalokra, mert nekünk az nagyon fontos, hogy a
a gyerekeket, a fiatalokat, akik végeznek főiskolán, egyetemen, meg tudjuk szólítani, és visszajöjjenek Kanizsára. Ebben én látok lehetőséget, és ezt megerősítették tulajdonképpen a beruházásokat képviselő vezetők. Én bízom abban, hogy lesz folytatása. Lesz folytatása, kell, hogy legyen. Nagyon jók az olasz kapcsolataink. Tegnap a köszöntőmben említettem is, hogy több mint 10 olasz cég dolgozik Nagykanizsán. Ezt sokan nem is tudják valószínű. És a második legnagyobb cégünk 645 főt alkalmaz, az is egy olasz cég. Tehát, és most kapta az elismerést a Dynamic Kft.-ről beszélek, mert megérdemlik. Úgyhogy ennek folytatása kell, hogy legyen, támogatjuk, amit a város meg kell, hogy tegyen, azt megtesszük, én a kamara és a cégvezetők segítségét is kérem ehhez.